Új fél év, sok a háttérmunka a könyvtárban, belvíz borítja a határt, letartóztatásban a kunhegyesi férfi. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. február 9-én 18 óra 5 perckor. Hogyan zárult az első és hogyan indult a második fél év a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolában? Erről Földváriné Simon Ilona igazgatót kérdeztük. Iskolai szinten jól, 4,4-es átlaggal zárták a fél évet, képességüknek megfelelően teljesítettek a gyerekek, mondta az igazgató, aki szólt arról is, vannak, akik kicsit alul teljesítettek a megszokottakhoz képest, de ők a második fél évben még javíthatnak osztályzataikon. Mi, mint iskolavezetés, én azt gondolom, hogy elégedettek voltunk. Fel is tettük a Facebook oldalra, 4,4 lett az iskolának az átlaga, és képességüknek megfelelően teljesítettek a gyerekek. Nyilván én egy összeredményt mondok, de természetesen az egyes gyerekeknél ezt differenciáltan kell érteni. Azért születtek gyengébb jegyek, gyengébb osztályzatok is. Én azt gondolom, hogy azok a diákokat, ezek a gyengébb osztályzatok majd ösztönözni fognak arra, hogy ebben a hosszabb, lényegesen hosszabb második fél évben jobban rákapcsoljanak, és még jobb eredményt érjenek el. Most online zajlanak a versenyek, a nevezetesebbekre ők is beneveztek. Az országos Vas Albert vers és prózamondó versenyre készülnek jelenleg. Részt vesznek az országos Dr. Hajdú Muharos versenyen, és a klasszikus hagyományos Teleki Pál versenyre készítik a szaktanárok a tehetséges diákokat szeptember óta. Több iskola úgy gondolta, abban reménykedett, hogy ezt élőben meg tudja tartani hagyományos módon. Aztán ugye jöttek a levelezések, hogy végül is online formában lesz megtartva, mint például az országos Vas Albert vers és prózamondó verseny. Erre is készülünk természetesen online módon, mert ugye beneveztünk még decemberben. Aztán részt veszünk a szintén országos versenyen, a dr. Hajdú Muharos versenyen. Tavaly is részt vettünk, szép eredménnyel, és azok a klasszikus, hagyományos versenyek, azok úgymond megmaradtak, tehát a Teleki Pál földrajz, földtan verseny, ez egy Kárpát-medencei verseny, a természettudományos versenyek, és hát ezekre készítik a szaktanárok a tehetséges diákokat, mondhatnám, hogy szeptember végétől folyamatosan. A 65 nyolcadikos közül többen elmennek a városból Szolnokra, Debrecenbe, kiemelt gimnáziumokba. Ők már megírták a központi felvételiket matematikából és magyarból. Vannak, akik a sport miatt mennek a megyeszékhelyre tanulni, de sokan maradnak a helyi Refi gimiben és a Szent Annaiban is. Az igazán tehetségesek, inkább úgy mondanám, hogy a több talentumú gyerekek, ezt úgy kicsit sajnosan mondom, hogy elmennek a városban. Vannak, akik Szolnokra mennek, elsősorban a sportos gyerekek, ilyen sportiskolában, de Debrecen is nagyon felkapott, még mindig a Tóth Árpád, aztán vannak ott még kiemelt gimnáziumok. Megírták ezek a gyerekek a központi felvételét matematikából és magyarból, még az eredmények nem publikusak. Annak nagyon örülünk, hogy sokan választották a helyi gimnáziumot, a református gimnáziumot itt Karcagon, és a református technikumba is, mezőgazdasági technikumba is mennek diákok. 65 nyolcadikos gyerekünk van, végzős gyerekünk, tehát
az ő továbbtanulásukra, illetve a jelentkezési lapjukra kell odafigyelni, hogy február 19-éig el legyenek küldve. Egy nyolcadikos diák tett decemberben középfokú nyelvvizsgát, és 14-15 fő készül még erre a tanév során. Egy diákunk, egy nyolcadik A-osztályos diákunknak megvan a középfokú nyelvvizsgája, de többen készülnek, folytatják a készülést, mert most ugye a központi felvételére készültek, több energiát fordítottak, hogy tényleg bejussanak jó nevű vidéki gimnáziumokban. Ugye ezen már túl vannak a diákok, és most teljes erővel, teljes gőzzel tanulnak a nyelvvizsgára, és megpróbálják a középfokú nyelvvizsgát. Az én tudomásom szerint olyan 14-en, 15-en vannak, akik próbálkoznak, de nyilván a későbbiekben is a számuk az emelkedhet, illetve a nyári szünetben is mennek diákok, és nekünk már erről nem mindig, nem minden esetben van visszacsatolásunk, hogy a nyári szünetben, amikor ők már a mi iskolánkból elballagtak, és akkor a mi eredményünknek köszönhetően, is köszönhetően megvan a nyelvvizsga. A pandémiás helyzet miatt jelenleg zárva van a csokonai könyvtár, de a szakemberek eközben háttérmunkát végeznek, és elindult a lakossági könyvkölcsönzés is. A részletekről Fülöp Ilona csoportvezető könyvtárost kérdeztük. Előzetes bejelentés alapján a könyvek címeit, szerzőit egyeztetve összekészítik a könyvcsomagot az olvasóknak, és a bejáratnál lévő kis ablakon át odaadják, vagy visszaveszik a kint lévőket. Tavasszal gondot okozott nekünk az, hogy nem tudtak az olvasók olvasnivalóhoz jutni, és most az újabb bezárás miatt úgy gondoltuk, hogy szeretnénk egy kicsit kedvezni az olvasóknak. Előzetes bejelentés alapján és könyvek és szerzők egyeztetése után összekészítjük a könyvcsomagokat az olvasók részére, és a bejáratnál lévő kis ablakon visszavesszük a kint lévő könyveket, és amit szeretne kölcsönözni, azt odaadjuk az olvasóknak. A Déri név Facebook oldalán segítségként megtalálható a könyvtár online katalógusa. Ott lehet válogatni, de e-mailben és telefonon is segítenek az olvasóknak. Telefonszám és e-mail cím rendelkezésére áll az olvasóknak a bejelentkezéshez és az egyeztetéshez, és a intézmény honlapján lévő online katalógusból tudják megnézni, hogy milyen könyvek találhatók meg a könyvtárban. A könyvtárközi kölcsönzés nem megy, de a szakdolgozatra készülő diákok az itt található szakirodalmat, szakkönyveket kölcsönözhetik. Most a könyvtárközi kölcsönzés az nem működik emiatt a járványügyi helyzet miatt, de hogyha az előzetesen e-mailbe vagy telefonon jelzi, hogy mit szeretne az olvasó az iskolai vagy szakdolgozatához témakörben kölcsönözni, akkor mi megpróbáljuk a saját állományunkból összekészíteni és a rendelkezésére bocsátani. Egy olvasó 8 könyvet vihet, és a visszahozott könyvek átvétel után dobozba kerülnek egy hétre a pincébe, majd onnan vissza a polcokra. Általában tartjuk magunkat a 8 darabos példányszámú kölcsönzésekhez, nagyon kirívó esetben egy szakdolgozathoz, vagy olyan témához megpróbálunk alkalmazkodni, hogy esetleg több könyvet kiadunk az olvasó részére. Keresettek a regények, a krimik, szerelmes regények, történelmi könyvek, főleg nyugdíjasok kölcsönöznek, de a gyermekek szülői felügyelettel is megtehetik ugyanezt. A könyvtár nyitvatartása is változott, érdemes figyelni erre kölcsönzéskor. Víz alá került a karcagi határ közel fele. A belvíz már most mintegy 20%-os terméskiesést okoz, és a következő napok kilátásai sem túl jók. Ezeket a belvízfoltokat le kell vezetni, de már látszik, hogy a növénykultúrát olyan mértékben károsította. Itt például mellettünk itt nem fog teremni semmi.
Csak a belvíz miatt 20-22%-os terméskieséssel számolnak a karcagi gazdák. Az ország egyik legmélyebben fekvő területén vízben állnak az őszivetésű búza és repcetáblák. Mi már megszoktuk, kilódunk, csináljuk. Innen csak átemeléssel lehet elvezetni a belvizet a Hortobágy Berettyóba. Ám az elmúlt napok esőzései miatt annak is magas a vízállása. Most jellemző, hogy belvizes a határ, bár itt éppen a Karcagi Kutatóintézetben található egy liziméter park, amivel azt lehet nézni, hogy a növények és a talaj által elpárologtatott víz, illetve a csapadék milyen arányban van. És éppen beszélgettem az igazgatóval a múlt héten, és mondta, hogy az előző évek asszályai már kiegyenlítődtek, viszont a talajok ennél kicsit többet mutatnak. Itt mögöttünk is látszik, hogy ezen a táblán is áll a víz. Elmondhatjuk azt, hogy a karcagi határból, a 36 ezer hektárból a teljes átvanázva, és felszíni víz is egy 18-19 ezer hektáron található. Ugye az országnak egy mély területén vagyunk, innen nem is olyan egyszerű elvezetni a vizet. Hát mi már megszoktuk, kilódunk, csináljuk. Innen a belvíz főgyűjtő az a Hortobágy-Berettyó, abba is most magas a vízszint, tehát csak átemeléssel lehet. Addig el lehet juttatni gravitációsan, de onnan már csak átemeléssel lehet a vizet levinni a területről. Hát ugye a hó most más formában esett le, jelesül eső, vónos eső, hogy még a közlekedőknek is, ne csak a mezőgazdászoknak legyen nehéz. Tehát végülis csapadék megvolt, de sokkal jobb lett volna valóban, hogyha ez hóformájában fedi a területet, fedi a táblákat. A fagyja az növényegészségű szempontból, illetve akár még a gerinces kártevők, itt gondolok a pocokra, a pocokfélékre, gyérítésében is nagy segítségére lett volna a gazdálkodóknak. Hát az a hideg, ami eddig volt, ez ebben nem segített. Ez megint majd egy költségnövelő tényező lesz tavasszal, mert védekeznünk kell azok ellen, a kórokozók ellen, amik nem pusztultak el. A magasabban fekvő területeken némileg jobb a helyzet. A kiskertek talaja is átnedvesedett ugyan, de a felszíni víz itt alig látszik. Az időjárás nem az éjszaknak megfelelő, sajnos a természet felelős tévesztett, mert télen ugye havat szeretnénk és valami keményebb telet. A csapadék mennyiséggel nincs gond, csak az az eső, ami végül is jó lett volna, hó lett volna, az egy jelentős mennyiség. És szerencse még az a jelenlegi helyzetben, hogy nem voltak nagy kemény fagyok, és a talaj nincs átfagyva, tehát a csapadék, az eső formájában hulló csapadék, az most szépen beszivárog a talajba. A kertekben nincs különösebb probléma, mert ezek magas fekvésű talajok, tehát mélyen van a talajvíz, és itt egyelőre az a gond, hogy nagyon telített a talaj, tehát ennek a művelésre való alkalmasságára sok időt kell várni. Más helyeken viszont mélyebb fekvésű területeken, lefolyástalan helyeken már megjelent a talajvíz, tehát a felszínen van a víz, és ennek a levezetése sem megoldható, mert ennél mélyebbre már nem tudják vinni. Én tegnap megnéztem a kertet, gyönyörű napsütéses idő volt, és bíztam benne, hogy szépen megpirkad a teteje, és egy nagyon kevés kézi szerszámmal, kapával, gerebével megcsinálom a kis mákonoknak a helyét, de sajnos ez az idő rászáfolt. Hát azra még várni kell, viszont akik ilyen növényeket termelnek, azok azért olyan helyen gazdálkodnak, ahol annak van esélye, hogy hamar felszáradjon, és nem fog kimenni a vetési idő nagyon, hiszen a mákvetés is gyakorlatilag február-március elejéig nem késik. A belvízhelyzet javulására a következő napokban nincs sok esély, hiszen a meteorológiai előrejelzések szerint jövő csütörtökig az Alföldön további 30 mm eső eshet. A karcagi járási ügyészség indítványt tett egy 54 éves kunhegyesi férfi letartóztatására szexuális erőszak büntette miatt. Megrázó tudósítás következik. Szexuális cselekményekre bírta rá a vele közös udvarban lakó szomszédja 5 éves kislányát. A férfi kihasználta azt, hogy a kiskorú sértett édesanyja megengedte gyermekének, hogy átjárjon a szomszéd lakásába játszani. A férfi az őt meglátogató kislányt rendszeresen megkérte arra, hogy vetközzön meztelenre. A kiskorú sértett pedig több esetben engedelmeskedett a felnőtt kérésének, ezen alkalmakkor a férfi szemérem sértő módon simogatta a kiskorú sértettet. Az ügyészség azért indítványozta a gyanúsított letartóztatását, mert fennáll annak a veszélye, hogy szabadlábon hagyása esetén a tanúk befolyásolásával megnehezítené a bizonyítást, továbbá újabb hasonló bűncselekményt követne el.
A gyanúsított és védője által bejelentett fellebbezés folytán a kényszerintézkedésről a szolnoki törvényszék mint másodfokú bírósághoz végleges döntést. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!